szabadság szerető népeinek ma az a feladatuk, hogy megmentsék Brüsszelt az elszovjetesedéstől. Nincs egy Szovjetunió. Már mióta nincsen? Vagy 20 éve nincsen Szovjetunió. Ha mit jelenthet ez a mondat? Nem tudom. Halvány fogalmam sincs, hogy mire érti ezt. Most mit mondjak erre? Én fideszes vagyok, tehát azon az oldalon. Nem tudom, hogy ő mire gondol. Össze-vissza beszél mindenfélét. Én nem tudom, mit ért, akár mit csinál én, amit csinál Orbán Viktor, nekem tetszik. Inkább kicsit olyan propaganda szagú nekem, mármint a kijelentés maga, mint az, hogy konkrétan valami igazi program megfogalmazása lenne. Kell a feszültség, kell az, hogy lássák, hogy ő harcol és megvédi Magyarországot. Szerintem ez van a háttérben. Hát azt jelenti, hogy meg akar, hogy a Putyin rá akar menni az Európai Unióra valahogy. Hát gondolom. Azt jelenti, hogy legyünk szabadok. Nem az, hogy eltolást legyen. Szóval ezek a minikrások is azért jöttek ide, hogy elnyomjak bennünket. Most, hogy ezt hogy értelmezzük, az más lapra tartozik. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy másképp kell megoldani a migránsok helyzetét. Én szerintem ez azt jelenti, hogy a demokráciának nálunk vége. Nálunk? Hát igen, Brüsszelbe vége, tehát tulajdonképpen akkor megszűnt az egész Európa Unió. Valami kreált fogalom, még életemben nem hallottam. Mire gondol, mi lehet? Számomra ez az elszovjetesedés, ez olyasmi, mintha azt mondanám, hogy elcigányosodás, vagy elarabosodás, kvázi faji megkülönböztetés, ami szerintem nem helyes. Ezt a szó összetételt még eddig soha nem is ismertem. Most behozták, és nem tudom, hogy mit kell rajta érteni, talán elő kéne venni a kéziszótárt, az értelmező kéziszótárt, abban meg, talán megtalálnák. Ha meg nincs benne, akkor nincs is ilyen szó.